Áldás békesség! A lelki ráhangolódás érdekében énekeljük a kivetítőn látható énekeinket. Jézus, a mi oltalmunk, ez lesz az első.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az ezévi konfirmandus csoport nevében. A mai Isten tiszteleten mi, konfirmandusok fogunk szolgálni. A csoport minden tagja hozzájárult valamilyen szolgálattal a mai alkalomhoz. Így például a gyülekezet fogadásával, köszöntésével, énekléssel, imádsággal, igeolvasással, hirdetéssel, színdarabbal, igéskártyák készítésével, technikusi szolgálattal, illetve az alkalom utáni szeretett vendégség előkészítésével. Ezúton is köszönjük az ifisek és a női kör segítségét ebben. Tavaly októberre óta, mintegy 27-en, minden szombaton 3 órától Judit néni és két segítője, Püski Eszter és Vekeri Jancsi vezetésével beszélgettünk Isten igéjéről. Az órákon eltérő módokon hallgattunk az evangéliumról. Kis csoportos beszélgetés, filmvetítés, bibliaolvasás, vagy éppen különféle játék formájában keressük a válaszokat hitünk és egyházunk legalapvetőbb kérdéseire. A megszerzett tudásunkról egy vizsga keretén belül hamarosan számot is adunk. Május 8-án pedig a konfirmációs ünnepség alkalmával Isten és a gyülekezet előtt vallást teszünk hitünkről. Így pünköskor, mint a gyülekezet új tagjai, részt veszünk az úrvacsorai közösségben is. Folytassuk az éneklésünket a kivetítőn látható énekkel. Vagy ahol nem látszik a kivetítő, ott elhelyeztünk tábori énekfüzeteket. Azokból keressük ki a 19-est. Thank you.
Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt: íme, az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket. Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták: Rabbi, ami azt jelenti, mester, hol van a lakásod? Ő így szólt: jöjjetek, és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak az otthon. Körülbelül délután 4 óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánosról, és követték őt, András, Simon, Péter testvére volt az egyik. Ő, mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti, felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti, kőszikla. Másnap Jézus Galileába akart indulni, ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá: kövess engem! Fülöp pedig Bécsaidából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Nátánaellel, és így szólt hozzá: megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írnak. Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik. Származhat-e valami jó Názáretből? Kérdezte tőle Nátánael. Fülöp így válaszolt: jöjj és lásd meg! Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik feléje, azt mondta róla: íme egy igazi izraelita, akiben nincsen álnokság. Nátánael megkérdezte tőle: honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki: mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánael így szólt hozzá: mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki: mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel, ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. Imádkozzunk! Édes, kedves Istenem, köszönöm, hogy itt vagy nekem, hogy bátorítasz engemet, öntöd belém a lelket. A nehéz helyzetekben megoldást adsz én nekem, ha rosszul érzem magamat, a te szavad gyógyulást ad. Kérlek, édes Istenem, segíts nekünk hitünkben, hogy ne szakadjon meg a kapcsolat, mely az életnek értelmet ad. Kérlek, vigyázz életünkre és a csodás szeretetre, hogy soha el ne felejthessük, az Isten, a Szent Atya örök. Ámen.
Na, ért már neked, Meli? Á, még nem válaszolt. De várj, valaki bejelölt. Ki az? Nézzük meg az adatlapját. Mutasd a profilképét. Hát, egy kicsit idősnek néz ki, de elég menő ez a szakáll. Hány éves lehet? Azt hiszem 31. Vannak még fent képei? Aha, a borító képe. Hát, ez tuti Photoshop, de elég jól megszerkesztette. Nagyon hihetőnek tűnik. Tényleg durva. És debreceni? Nem, Betlehemben született vagy mi, de Kánából jelentkezett be legutoljára. Valami esküvőn lehetett. Jaj, lányok, le fog merülni a telefonom. Akkor nézzük meg az enyémről. Hé, engem is bejelölt. De furi, engem is. Nem is ismerem, úgyhogy én biztos nem jelölöm vissza. Én szerintem igen. Olyan kedvesnek tűnik. És nézd, Nándi is ott van az ismerősei között. És te, Saci? Hát, visszajelölöm. Ha elkezd írosgatni üzeneteket, akkor max letiltom. Már megint Facebookoztok? Máté, te mindig piszkálsz minket. Képzeld, mindhármunkat bejelölt egy férfi. És ki az? Várj, már nem is emlékszem a nevére. De te, Nándi, ismered. Ott vagy az ismerősei között. Nem valami Jézusnak hívták? Ja, tényleg. Még sose hallottam ezt a nevet. Ja, ő engem is bejelölt. Már tök rég. De én utasítottam. Nem is értem, hogy mit akarhat tőlem. Sosem találkoztunk még. Jézus? 5 kiskorom óta ismerem. Nagyon jó fej. Tök sokszor szoktunk dumálni, és a gáz van, neki mindig szólhatok. Na menjünk, biasz, te becsengettek. Szeretett testvérek, János evangéliuma első részéből szólt az ige, amit a fiatalok felolvastak. Én most ebből egy verset olvasok újra, a 41. verset. Amikor is azt olvassuk, ő mihely találkozott testvérével Simonnal, ezt mondta neki, megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. Gondolom, sokaknak ismerős volt ez a felállás, amit telefonon vagy számítógépen most eljátszottak a fiatalok. Gondolom, talán sokan tagjai is valamelyik Facebook csoportnak. Ez egy olyan közösségi háló, aki még nem ismerni, azoknak mondom. Mindenkinek van egy személyes profilja, egy bemutatkozása, és ezen keresztül kapcsolódhat másokhoz, akár idegenekhez is. Üzeneteket küldhetnek egymásnak, információkat, élményeket oszthatnak meg egymással. Az internet segítségével sokszor megtaláljuk a hasonló érdeklődésű barátokat is. És hogyha engem bejelöl valaki, akkor megerősíthetem, vagy elutasíthatom. Erre kaptunk itt most néhány példát. Van, aki kapásból elutasította Jézus bejelentkezését. Van, aki már kiskora óta kapcsolatban van vele. És van, aki még gondolkozik rajta, hogy egyáltalán bejelölje-e, vagy hát max, hogyha túl sokat zaklat, akkor nem fogok válaszolni, vagy letiltom. Ugye milyen életszerű? Mennyire igaz ez talán a mostani társadalmunkra is. Jézus hív ma is. És nagyon sokan elengedik a fülük mellett. Nagyon sokan nem figyelnek rá. De vagyunk nagyon sokan, akik gyerekkorunk óta ismerősünknek tartjuk, sőt, nagyon közeli barátunknak. Személyesen Jézus jelölte be ezeket a fiatalokat. Személyesen Jézus hív bennünket minden egyes alkalommal. Személyesen beszélgetni szeretne velünk, és most az ő beszélgetésük pedig akörül forgott, hogy mit is kezdjünk
Jézussal. És hiszem, hogy nagyon sokszor van ez így a mi környezetünkben is. Mit kezdjek Jézussal, aki meghívott engem, elhívott engem. Aki megerősítette, az konfirmált. Aki angolul ismeri a számítógép nyelvet, ugye, azt van odaírva, hogy confirm. Megerősítem, hogy nekem ő ismerősöm. És hogyha mi valóban konfirmáltunk, vagy konfirmálunk, akkor megerősítjük a Jézussal való kapcsolatunkat. János evangéliumában, most itt az első részben, egy csodálatos közösségi hálót láthatunk. Sok-sok név volt benne. Tegnap KT órán sorba is vettük, és bizony volt, amelyik abszolút ismeretlen volt a fiataloknak is. Ezen a közösségi hálón megjelennek az első követői Jézusnak, akik elsőként csatlakoztak hozzá, ismerősnek mondották őt. Az első ilyen, akiről szólnunk kell, Keresztelő János. Keresztelő János olyan élményét osztotta meg a többiekkel, ami valóban csodálatos. Azt mondta János, hogy én láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Sőt, hallotta az Úr hangját is. Ugye ismerős, Jézus megkeresztelkedésekor. Aztán azt mondja itt, én láttam és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Már értelmezi is, hogy miért van kapcsolatban Jézus Krisztussal. Aztán elmondja másoknak is. Azt mondja, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vagy mutatja a saját tanítványainak, hogy ráhallgassatok. Őt kövessétek. Én nem vagyok méltó arra sem, hogy sarulja szíját megoldjam. Vagyis Keresztelő János miközben megerősítette a kapcsolatát Jézussal, elkezdi mások felé is mondani, hogy érdemes vele kapcsolatba kerülni. Aztán Jézus kérdez. Azt mondja, hogy mit kerestek? Keresztelő János tanítványai nagyon sokszor tudták már, hogy mit keresnek. Volt, aki kereste az Isten országa titkait. De voltak farizeusok is, akik az önigazulásukat keresték. Na majd engem megdicsérhet valaki a próféták közül. Aztán van olyan is, amikor talán olyat keresnek, hogy hát fel kéne tűnni valahol egy olyan izgalmas ember mögött, talán érdemes lenne oda csatlakozni. Az ott levő tömeg olykor szenzációt is kért volna Jézustól. Mit kerestek? Kérdezi Jézus. Mit kerestek? Mit kerestek a Facebookon? Hiába való kapcsolatokat? Ideig, óráig való kapcsolatokat? Vagy felületes ismerettséget? Vagy pedig keressük azt az örök életig tartó, örök életre tartó kapcsolatot az Úr Jézus Krisztussal. Mit kerestek a konfirmációi órákon? Hát mert muszáj, mert elküldtek otthonról. Vagy valóban akartok kapcsolatba kerülni Jézussal? Ugye ezt már föltettük egyszer-kétszer az órákon is. Írtatok olyat is, hogy vajon mi is és ki indított arra, hogy konfirmációra jelentkezzetek. Igazi kapcsolatot akartok, akarunk Jézus Krisztussal, vagy csak hát egy ilyen olyan divatos, vagy éppen kötelező, vagy éppen mások előtt is érdekes dolgot végezzünk el. Megkérdezheti ez azokat is, akik régen konfirmáltak, vagy régen nem konfirmáltak. Megkérdezhet bennünket, mit keresünk? Mit keresünk a templomban? Kit keresünk a templomban? Keressük a mesterrel való találkozást?
És akkor egy kicsit más választ adnak a tanítványok. Azt kérdezik, hogy Mester, hol laksz? Hol van a lakásod? És akkor azt mondja Jézus, jöjjetek és meglátjátok. Mi már nem láthatjuk Jézus földi házát, de tudhatjuk, hogy ő azért jött erre a földre, hogy számára is és számunkra is ismerős legyen mindaz, amivel meg kell küzdenünk ebben az életben. Azért jött az földre, az övéi közé, hogy együtt lakjon velünk. És most vele maradnak néhány óráig. Vele maradnak azon a napon, és ez a nap számukra nagyon fontos lett. És még az is föl van jegyezve, hogy délután 4 óra volt. Ugye sokan talán meg tudnák mondani, hogy mikor szólította meg őket az Úr Jézus. Van, aki akár napra pontosan, de nem baj, ha nem napra pontosan tudjuk. Úgy azért mégis érdemes visszagondolni, mi volt az, amikor igazán megszólított engem az Úr Jézus. Talán nem tudjuk így elmondani, hogy délután 4 óra volt, nem baj. De azt meg tudom mondani, hogy milyen volt az életem Krisztus nélkül, és milyen lett az életem ő vele. Ilyen határmesdjét kell, hogy lássunk, és láttassunk mások előtt is. Milyen volt az életed Facebook nélkül? Milyen volt az életünk anélkül, hogy közösségi oldalakon megosztunk kapcsolatot egymással? Ugye már el se tudjátok képzelni, hogy a mi időnkben volt még olyan, amikor telefonunk se volt. Ugye? Milyen volt az életem kapcsolat nélkül? Volt kapcsolat, élő kapcsolat volt, szülők és gyermekek között. Élő kapcsolat volt családokban és rokonságokban. Nem volt meg ez a fajta kapcsolat, ami megvan a mobiltelefonok és az internet világában. Kérdés tehát, hogy mikor csatlakozol? Mikor csatlakozunk Jézushoz? Mikor jelöljük be? Ha még valaki nem jelölte be, akkor tegye meg, mert ma is szól az íge, hogy jöjjetek, kövessetek engem. András. András az egyik leghűségesebb tanítvány volt, Keresztelő János tanítványa is volt, és most Jézus tanítványává is lett. Még alig iratkozott föl Jézus közösségi oldalára, a tanítványi seregébe, már is tovább adja ezt a hírt. Szokott olyan lenni, hogy megkaptok egy hírt, és már dobjátok is tovább, ugye? Na hát így kellene működni ennek a hívő életben is. Megvan az örömhírem, és már adom is tovább. Megvan az az örömhírem, hogy megtaláltam a messiást, akit kerestem. Megvan az, akire eddig vártam, akire Keresztelő János is utalt. Osztottuk már meg valakivel ezt az örömünket? Vagy csak ilyen közömbös kis apró cseprő dolgainkat, vagy csak olyan dolgot, ami talán nem befolyásolja a mi életünket, meg hát esetleg nem is szólhat meg a barátunk, hogy te konfira jársz. Ugye? Írtad már valakinek, hogy konfirmációi oktatásra jársz? Nem. Hogy lehet jönni a Bólyai utcára? Nem. Vagy igen? Kérdés. És a felnőttekhez is kérdés. Kivel osztottam már meg ezt a nagy örömömet, hogy megtaláltuk a messiást. András azonnal elmondja Péternek, testvérének. És az az András nem csak Péternek mondta el, és sajnos sokszor a saját testvérnek is nehéz elmondani, hogyha elmondanánk a mi örömünket, de el lehet mondani másnak is, akár nagy nyilvánosság előtt is. András volt az, aki az 5000 megvendégelésénél oda viszi a kisgyermeket Jézushoz. Észreveszi azt a kisgyermeket. És aztán András az, aki észreveszi az idegeneket is, a görögöket, akik azt mondják, hogy látni akarjuk Jézust.
És akkor ez az András megmutatta, oda vezette őket. Jöjjetek, és lássátok meg. Vajon mi magunk mennyire merjük megosztani az örömünket másokkal? Sok-sok örömöt meg szoktunk osztani, de azt a szívbeli, lelki örömünket, ami azt jelenti, hogy megtaláltam a Mesiást, megtaláltam életem értelmét, azt megosztottuk-e már? Aztán ott van Péter, Simon, Jóna fia, akit odaállít Jézus elé, András. Őt úgy fogják hívni, úgy fogja Jézus hívni, hogy Petrosz, vagyis kőszikla, akiben nagy-nagy lehetőséget lát az Úr Jézus. Ismeri és néven szólítja Jézus Pétert, Simon Jóna fia. De ad neki egy másik nevet, ami még az előzőnél is többet jelent. Nem azt, ami talán a családi neve, hogy Jónának a fia, hanem egy olyat, ami lelki értelemben előre viszi, megmutatja, hogy mi lehet belőled. Te Péter vagy, és rád építem az én anyaszentegyházamat. Néven szólítja, rátekintett, mert ismeri őt, és látja, hogy az ő szolgálatában nagy-nagy lehetőségek rejlenek. Aztán a következő tanítvány Fülöp. Fülöp tanítványá hívása nincs részletezve, de számára is egyértelmű Jézus hívása. Jöjj és kövess engem. Legyél a barátom, legyél a követőm, járj velem egy úton. Csak ennyi van Fülöpről följegyezve, hogy Betsajdából származott, Péter városából. És Fülöp nem tétovázott, nincs részletezve, hogy mit is kérdezett, vagy mondott volna Jézusnak. Onnan gondoljuk, hogy nem tétovázott, hogy azonnal bizonyságot tesz Jézusról. Oda megy Nátánaélhez, akit talán ritkán szoktunk emlegetni, de valószínű Fülöpnek jó ismerőse volt, és oda megy hozzá, és elmondja, hogy megtaláltam én is a Messiást. Megtaláltam az Úr Jézust, akiről már az Ószövetségben is beszéltek a proféták, meg Mózes is. Igen, ez az egyszerű válasz. Van, aki nem részletezi, hogy hogyan is csatlakoztam Jézushoz, de aztán mondja tovább, hogy gyere te is. Fülöp nem vitatkozik, de Nátánael szeretne. Azt mondja, hogy ugyan már Názáretből. Hát ez egy olyan kis pici városka. Hát nem úgy várjuk a Messiást, hogy egy pici városban. Nem úgy várjuk, hogy egy jelentéktelen helyen, talán éppen egy nagyon nem is feltűnő emberben. Hát Názáretből származhat valami jó. És akkor Fülöp elmeri neki mondani, hogy gyere, lásd meg. Jöjj és lásd meg. Talán van, akinek ez a szolgálata, hogy nem vitatkozik, nem akar győzködni, nem akar meggyőzni a másikat, hanem azt tudjuk mondani, gyere, nyissuk ki a Bibliát, vagy gyere, menjünk el az Isten tiszteletre, és majd az Isten ígéje, majd Isten szent lelke személyesen elvégzi az ő munkáját. És valóban ott van Jézus, és azt mondja neki, hogy láttalak a fügefa alatt. Íme egy igazi izraelita. És ebből is kiderül, hogy Jézus ismerte őt. Jézus ismerte, mielőtt még Nátanael megismerhette volna Jézust. Szeretjük azt az éneket, a karácsonyi énekünk második versét. Nem éltem még-e földszínén, te, Jézus, értem megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Ezt jelenti a Jézus előzetes szeretete, mindent megelőző bejelölése, hívása, hogy igen, én még nem éltem, nem ismertem, de ő már szeretett engem. És így lehetett az,
hogy ezelőtt meghajol Nátánael, megérti Jézusnak a szeretetét, megérti, hogy Jézus ismeri őt, és megérti, hogy Jézus Krisztus Isten fia, Izrael királya. Jézus ígérete csodálatos. Ha bekapcsolódsz ebbe a közösségi körbe, akkor azt mondja Nátánaelnek, hogy ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. Nem csak annyit, hogy láttalak a fügefa alatt. Nem csak bizonyos ismeretet tudok rólad elmondani, és sokkal mélyebben ismerlek, és te is majd mélyebben megismerhetsz engem, és majd ott a kereszten, és majd az évek során még nagyobb dolgokat fogsz látni. Jézus ígérete ott van nekünk is. Egy feltétele van, hogy ez az ígéret beteljesedjen, hogy bejelöljük őt ismerősünknek, hogy valóban kapcsolatba lépjünk ő vele. Mert akkor hiszem, hogy nagyon sokak számára igazi valósággá válik, hogy nagyobb dolgokat látunk meg a hit útján. Nagyobb dolgokat láttok meg, mint most fiatalként, gyermekként. De nagyobb dolgokat látunk meg, majd később is, amikor próbák elé állunk. A Facebooknak van egy gyengéje, és hát persze a konfirmációnak is, hogy, ahogy mondta az egyik fiatal, ha túl sokat foglalkozik velem, ha túl sokszor zaklat, akkor majd letiltom. Igen, ha túl komolyan akarja venni a Jézus a kapcsolatot, akkor esetleg kilépek belőle? Sajnos láttam már ilyet is. De a mi számunkra nem ez a jó megoldás, hanem hogyha ő túl sokszor hív, akkor menjünk sokszor ő hozzá. És így lesz igazán gyümölcsözővé a mi kapcsolatunk. Felületesen is gondolkoznak sokan. Jó, hát egyszer-kétszer elmegyek, jó, hát egyszer-kétszer szükségem van Jézusra, de azért nem mindig. Jézus beszél egyszer két fiúról, fiatalról. Az egyik fiú, akit követésére hívott, azt mondja, hogy elmegyek, vagyis konfirmálok, de aztán nem ment el. A másik fiú pedig azt mondta, hogy nem megyek el, és aztán mégis ott volt Jézus mellett, a maga idejében. Egyik sem tökéletes megoldás, mert ki kell mondanunk is, hogy igen, én szeretnék kapcsolatban lenni Jézus Krisztussal. És ugyanakkor a hit nem csak egy elméleti dolog, hanem így szoktuk mondani, hogy engedelmesség is, vagyis Krisztus követése. Tulajdonképpen tehát arra van szükség, hogyha egyszer bejelöltem, ha egyszer konfirmáltam, akkor állandó kapcsolatba tudjak maradni ő vele. És hiszem, hogy csodákat láthatunk meg ő vele. Végezetül annyit még, hogy ha most megerősítjük a Jézus Krisztussal való kapcsolatunkat, akár azok is, akik régen tették, de aztán egy kicsit elsikkadt ez a megerősítés, vagy akár most fiatalon elsőként, vagy akár idősebben is első döntésként, azok bekapcsolódunk egy csodálatos közösségi körbe, az Isten gyülekezetébe, az Isten egyházába. Nem magányosan kell Facebookoznunk, nem magányosan kell Istenhez kapcsolódnunk, hanem úgy, hogy egy hálóba kerülünk bele, ismerősöknek a hálójába, ami által, kapcsolataink által sokkal-sokkal gazdagabban megélhetjük a Jézus Krisztussal való közösségünket. A legfontosabb az, hogy ő legyen az, aki hív, és mi követésére indulunk. Ugyanakkor fontos az is, hogy egymás hite által valóban tudjunk épülni a gyülekezet közösségében.
Ezért hívta Jézus a tanítványait magához, mert tudta, hogy szüksége van közösségre, neki is, tanítványainak is, hogy megmaradjanak a hit útján. És ezért hív személyes döntésre, és ugyanakkor pedig Isten népe melletti döntésre. Amen. Gyertek, emeljünk fel szemünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálatelt szívvel állunk itt előtted, a te színed előtt. Köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük, hogy elhívtál, meghívtál bennünket. Öröm az, mikor valaki igent mond a te hívó szavadra, megtalálhat téged, hozzád tartozhat. Imádkozunk a bizonytalanokért, azokért, akik félnek elfogadni a te ajándékodat. Kérünk, hogy ők is megtapasztalhassák, hogy milyen jó is a te népedhez tartozni. Vigasztalást kérünk azokra, akiknek bánatos a szívük, vagy csak a mindennapok nehézsége mellett nem tudnak rád figyelni. Áld meg a jövő hetünket is, hogy minden cselekedetünk a te nagy nevedet dicsőítse. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Jézus Krisztusban. Ámen. Most pedig hallgassuk meg a hirdetéseket. A jó cselekvésére így tanít a 112. Zsoltár. Boldog az az ember, aki féli az Urat, sok örömet talál parancsolataiban. Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad. Az elmúlt héten a 87 esztendőt élt Fekete Lászlóné Zeke Júliana temetésén a zsidókhoz írt levél 4. részéből olvastuk vígasztalásul. Járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmat és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. A 74 esztendőt élt Szigeti Károly temetésén a 2. korintusi levél 4. részéből így szólt az ige. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nékünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, melyek örökké valók. Legyen vígasztalásul Isten igéje a gyászoló szíveknek. Alkalmainkat hirdetjük. Ma délután 3 órakor családi istentisztelet lesz hittanosainknak és szüleinknek. Ma 6 órától a 25-30 év körüli fiataloknak indul kiscsoportos foglalkozás. Minden kiscsoportot megtartunk a ránk következő héten. Jövő vasárnap délután 4 órakor Kisné Kovács Barbara énekes bizonyságtétele lesz jótékonysági céllal az átriumban. Nők világi manapja pénteken 5 órakor lesz a kis templomban. Táborban lehet jelentkezni, de előtte érdemes elolvasni a meghirdetett szobákra vonatkozó részt. Honlapon a házasság hete és az istentiszteletek videó anyaga megtekinthető. A könyvtár nyitva van lelki olvasmányok kölcsönzésére. Jövő vasárnap országos adakozás lesz a Biblia kiadás segítésére. A külön perselyeinkbe lesz majd elhelyezhető az adomány. Az alkalom után mindenkit szeretettel várunk az átriumban a szeretett vendégségre. Emlékezzünk az ige üzenetére, mely Jézus követésére hívott minket. Thank you.
mindannyiunknak.